A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, az Együtt magazint látják. Mai műsorunkban fókuszba kerül a kézhigiénia. Foglalkozunk a tűzmegelőzéssel és a használt autóvásárlással is. Tartsanak velünk! A kézmosás fontosságát nem lehet elég sokszor hangsúlyozni, különösen az influenza és a Covid időszakban fontos nagy hangsúlyt fektetni rá. De hogy is tegyük mindezt, milyen az alapos kézmosás, kézfertőtlenítés, azt a következő percekben megtudhatjuk Pásztor Lászlótól. Kézmosás a tisztaságunknak az alfája és az omegája. A kézmosás fertőtlenítés fontosságát hangsúlyozza Pásztor László egészségfejlesztési koordinátor. Azt mondja, ha kellő figyelmet fordítunk rá, sok betegséget meg tudunk előzni. Kézmosás azért fontos, mert a környezetünkben élnek olyan baktériumok és vírusok is, amik károsak. Rengeteg olyan van, ami hasznos, de van olyan is, ami betegséget, hasmenést okoz, és ezeket a kézmosással tudjuk eltávolítani. A hasmenést okozó vírusok, baktériumok leggyakrabban széklettel ürülnek egy beteg emberből, és egy darabka székletet fogyasztunk el, ahhoz, hogy hasmenésünk legyen. Ezért kell evés előtt kezet mosni. De nem csak ilyenkor, a nap során számtalanszor ügyelnünk kellene kezeink tisztaságára. A hétköznapi életben a kézmosásnak vannak kruciális pontja, amiket nem szabad kihagyni. A vécézés után természetesen, mert ahogy mondtam, a széklet akkor indul a vándorútjára, evés előtt, ez a kettő legfontosabb. Ezen kívül, hogyha vannak még ilyen pontok, hogy kerti munka, szennyezett a kéz, főzés közben, a különböző stádiumok között, amikor egy tojással, hússal dolgozott az ember, és utána készítellel feltétlenül kell kezet mosni többször is, és természetesen betegápolás során. A háztartásban, a hétköznapi életben előfordulhat két olyan helyzet, amikor kezet fertőtleníteni is kell. Ez az egyik, hogyha kontaktlencsét akarunk behelyezni a szemünkbe vagy kivenni, azt szigorúan kézfertőtlenítés után kell végezni. A másik helyzet pedig, hogyha van fertőző beteg a családban, akkor is a családban nem elég a kézmosás, hanem kezet kell fertőtleníteni. Ma szerencsére kapható hozzá minden a boltban, úgyhogy meg tudjuk csinálni. Mindennek pedig megvan a helyes technikája is. Kézfertőtlenítés mellett az, hogy adagolunk, utána eloszlatjuk a kezünkön, tehát a két tenyerünket hajlított ujjakkal szorosan összedörzsöljük. Nagyon fontos, hogy szorosan, tenyér a tenyérhez erősen. Ha ez megvolt, akkor jön a kézhát, a felső kezünk minden ujját behajlítjuk, és úgy húzzuk végig új tőtől új hegyig. A másik kezünkön is új tőtől új hegyig, megvolt. Ha ez megvolt, akkor az ujjainknak ezt a felszínét fertőtlenítem, így, hogy összedörzsöm az egyik irányba a tenyerem, ujjaimat aztán a másik irányba. Ha ez megvolt, jön a hüvelykúj, ezt tetőtől talpig le kell fürdetni, mert elment az erdőbe vadászni. Tehát megvan az egyik hüvelykúj, másik hüvelykúj, megtekergetem tetőtől talpig, fontos az új végtől új tőig, nagyon jó. Összeszedtem az ujjaimat, és a tenyeremben megsikálom, a másik tenyeremben is megsikálom. És végül a csuklóm az, amivel befejezem a mozdulatsort és a másik csuklómat is, és készen vagyunk. A tanítást pedig követhette a gyakorlat. A Fejér megyei Szent György Kórház munkatársai Pásztor László irányítása alatt végezték el a fertőtlenítést. Tehát akkor, kedves kollégák, most megpróbáljuk tesztanyaggal a kézfertőtlenítést. Lényeg az, hogy fluoreszcens oldalt van belekeverve, és a magyar tervezésű szemelvész handin szkennel majd tudjuk ellenőrizni, hogy jól bevonta a kezet vagy sem. Tessék, akkor adagolás. Eloszlatjuk a tenyerünkben, összedörzsöljük a két tenyerünket, utána kézhátat figyelünk a hüvelykújra, és új tőtől új hegyig, másik kézhát, új tőtől új hegyig, nagyon jó. Összekulcsolom a kezemet, 3-4, másik kezemet is, 3-4. A hüvelykújat tetőtől talpig lesikálom, mert ez elment az erdőbe vadászni, a másik hüvelykújamat is tetőtől talpig körbesikálom. Jön az ujjaim, a közé összegyűjtött ujjaim a tenyérben, a másik ujjaim a tenyérben, és a csuklóval fejezem be.
Az egész körülbelül 30 másodpercig tart, és most kíváncsi vagyok, hogy hogy sikerült megcsinálni. Lássuk a SemmelWeis Handy Scannel. Abban az esetben, ha piros foltok jelentek meg a képernyőn, nem történt meg 100%-ban a baktériumok eltüntetése. Pásztor László elmondta, hogy nem kell minden esetben kézfertőtlenítőt használni, csupán a kézmosás pontos végrehajtását kell elsajátítani, ami így hangzik. Nagyon sok fertőző betegséget tudunk elkerülni, hogyha rendesen, amikor szükséges, kezet mosunk, és nem egy bonyolult történet az egész, de kell hozzá néhány dolog. Kell hozzá csap, kell hozzá víz, és kell hozzá szappan. Ha megvan mind a három, akkor jó, felhabosítom a szappant. Eloszlatom először a kezemen, utána összedörzsöm a két tenyeremet. Megsikálom a kézhátat. Ez megvolt, akkor az ujjakat is. Ez az alapos kézmosás. A hüvelykujjat külön meg kell dörzsölni, mert az sokszor kimarad minden jóból, mert tudjuk, hogy ez elment vadászni. Ha megvolt a hüvelykuj, akkor jön az összes többi ujjnak a vége a tenyeremben megdörzsölve, és a csuklóval fejezem be. Ha ez is megtörtént, akkor jöhet az öblítés. Egy alapos, langyos vizes öblítés. Nagyon fontos, hogy nem szabad forró vizet használni, csak langyos vizet, mert a forró víz esetleg megsebzi a bőrt, megégeti, és akkor a sérülés az már kapu a fertőzéseknek, és utána szárazra törlöm. A hétköznapi életben egy ilyen alapos kézmosást naponta legalább néhányszor meg kell csinálni, de különösen minden vécézés után és evés előtt. Ez a legfontosabb. A stúdióban itt van velem Koppen Viktor Dávid, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy eljött az az időszak is, az ősz, amikor előkerülnek a mécsesek, gyertyák és különböző fűtőeszközök, és hát, hogy ez mennyire baleset is tűzveszélyes, azt majd mindjárt megbeszéljük. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Hát évről évre nagyon fontos szerintem, hogy ezt a témát elővegyük, főleg így a szezon kezdetén. Mielőtt elkezdtünk beszélgetni, mondtál nekem számot, akkor kezdjük ezzel, hogy eddig idén hány tűzeset történt, és ebből mennyi volt nagyon szerencsétlen kimenetelű? Sajnos az év többi időszaka is azt lehet mondani, hogy tüzekkel és tűzesetekkel terhelt. Katasztrofán mindig kiadja ezeket a számokat, és hát az év első 9 hónapjában is sajnos már több mint 5000 tűzeset volt Magyarországon. Épülettüzekről beszélünk, lakóépületek, intézmények, egyéb épületek, és ebben sajnos már több mint 50 ember életét vesztette halálos tüzekbe. Úgyhogy azt gondolom, hogy egész évben oda kell figyelni a tűzmegelőzésre. Ami nagyon fontos, hogy mindig meg szokták vizsgálni ezeknek a tűzeknek az okait, a kiváltókat, és 4 olyan fő veszélyforrás van, ami visszavezethető ezeknek a tűzeknek a eredetére. Az első szám az a nyílt láng használata, és az emberi tevékenység, amikor sütünk, főzünk, gyertyát gyújtunk, mécset gyújtunk, öngyújtott gyufát, gyertyát használunk, tehát valamit, amikor mi saját magunk a tüzet valamire használjuk. A második helyen szokott lenni az elektromos tüzek által keletkezett tűz, ezt 2 esetre lehet bontani, vagy az épületekben már beszerelt ugye villamos hálózat, vezetékek, konnektorok, kapcsolók, vagy pedig, hogyha valami elektromos berendezést használunk. Harmadik helyen, ami most lesz az időszaka ennek a tüzelőfűtő berendezéseknek. Egyébként idén sajnos már több mint 720 esetben volt kémény tűz Magyarországon, és ami nagyon meglepő, hogy a negyedik helyen áll pedig a dohányzásat, abból is elő szokott fordulni sajnos tűzeset. Most az előbb meglepő szám volt ez, mert ugye még csak most indult nagyjából a fűtési szezon, tehát akkor ehhez valóban, képest hát ugye azért itt-ott már ugye bekapcsolták ezeket a fűtőberendezéseket, ez is kétfajta okra vezethető vissza, vagy amikor nem megfelelően használják a kazánokat, ugye túlterhelik, túlságosan sok hőt akarnak vele egyszerre terhelni, vagy pedig a tüzelőanyaggal működő kazánokban nem megfelelő tüzelőanyagot tesznek bele, és hát a másik része pedig a füstelvezetők, vagyis a kémények, amikor nincsenek rendesen karbantartva. Úgy kell elképzelni, hogy a kályhákból, kazánokból a kéménybe árad föl a forró meleg füst, és hát a füst ugye azért látjuk koszosnak, sötétnek, feketének, barnák, mert abban még el nem égett anyagok vannak, amik lecsapódnak a kémények falára, és ez vastagodik ez a réteg, és hát fölfele áramlik a forró levegő, az képes begyújtani ezeket a lecsapódott, még el nem égett anyagokat, és hát ebből szoktak lenni általában a kéménytüzek, úgyhogy ezért fontos az, hogy kémiseprőkkel mindig át kell nézetni, meg ki kell tisztítani ezeket a kéményeket. Ez lett volna akkor a következő kérdés, hogy ilyenkor
ősszel mit tehetünk ennek érdekében? Ugye nagyon fontos az, hogy a fűtési szezon megkezdése, vagy ha már meg is kezdett, azért a kéményeket át kell nézetünk kéményseprővel, egyébként erre kötelezettségünk is van, és akkor ők ezt általában, ugye azért kéményseprők ki szokták konkrétan seperni ezeket a kéményeket, tisztítani szokták, ezeket a lerakódásokat meg lehet így szüntetni, itt le tudjuk csökkenteni a tűzveszélyt, és nagyon fontos az, hogy aki olyan kazánokat használ, például gázkazánokat, meg egyéb fűtő berendezéseket, az is időszakosan felül kell vizsgáltatnunk, megfelelő szakemberrel meg kell nézetnünk, hogy pontosan jól működnek-e, nem tűzveszélyesek, nem okoznak-e valami meghibásodást, és akkor így elkerülhetők ezek a tűzek. Nyilván, ahogy mondtam az elején is a beszélgetésünknek, nem véletlen, hogy időről időre elővesszük ezt a témát, mert úgy néz ki, hogy még az emberek tényleg nem elég felkészültek, vagy nem elég odafigyelőek, és hogy most például a saját magam emlékében is van idénről két olyan forgatás, amikor egyszer egy idősek otthonában keletkezett tűz, ahol valaki ott felejtette a cigarettát az ágyban, ugye? Tehát ez nagyon szomorú, hogy ez előfordul, megtörténik, főleg egy ilyen helyen szerintem. A másik pedig az, amikor valaki ott felejti például az olajat ebéd után a tűzön, és hát ez mondjuk egy családnak a lakását jelentette még, és hát nyilván veszélyeztetett ezzel másokat is, és hát azt hiszem, hogy annak is nagyon csúnya kimenetele volt. Tehát, hogy még mindig nem elég felkészültek az emberek, vagy nem eléggé odafigyelőek. Igen, azt szoktuk mondani, hogy nem lehet ezekről eleget beszélni, hogy azért is nagyon jók ezek a felvételek, műsorok, hogy ilyenkor mindig egy kicsit eljuthatjuk az információkat az emberekhez. Nem lehet ezekről elég sokat beszélni. Nagyon sokan úgy lennek, hogy tavaly se volt tűz, idén se lesz tűz. Nagyon kívánjuk, hogy mindenkinek, hogy így legyen, de hát látjuk a számokban, hogy sajnos ez nem így van, és hát ahogy említettem ezeket a visszavezethető okokat, mindig azért vissza lehet vezetni valami emberi mulasztásra, tevékenység, nem odafigyelés, és hát valóban ugye a dohányzás is említetted, sajnos az elmúlt két évben volt halálos tűzeset is abból, hogy valaki nem megfelelően dohányzott épületen belül, illetve hát most, amit említettél a felvezetőben, hogy elindult ez ugye a gyertyagyújtás, mécsesgyújtás, hamarosan adventi koszorúkat fognak otthon, illetve azokon lévő gyertyákat, mécseseket, és hát a karácsonyi díszkivilágítások is sok veszélyt hordoznak magukba. Nagyon fontos az, hogy ilyenkor mindig ezeket a mécseseket, gyertyákat, koszorúkat ne hagyjuk sose őrizetlenül, legyen a közelben akár csak egy kancsó víz, hogyha mégiscsak a koszorú meggyullad, akkor ezt el tudjuk oltani. Nagyon fontos arra odafigyelni, hogy a családi körbe ne a terítőre, ne a papírszalvéták közé tegyük ezeket a koszorúkat, a gyertyákat rajta, hanem általában éghetetlen anyagból készülő, nem éghető tálcára tegyük őket, és sose hagyjuk őrizetlenül. Másik nagyon fontos, hogy előszokott az is fordulni, hogy este használjuk ezeket a mécseseket, gyártyákat, és hát úgy fekszünk leadni, hogy azok még égnek, és hát ez is egy nagy hiba. Úgyhogy maradjunk mindig abban a helyiségben, szobában, ahol égnek ezek a gyártyák, mécsesek, figyázzunk rá, felügyeljük őket, és hogyha elhagyjuk azt a szobát, akkor olcsuk el. Vagy inkább vegyünk ledes gyertyát. Vagy az mondjuk a legbiztonságosabb. Viszont egyébként ezekre a karácsonyi és egyéb díszkivitelekre pedig fontos, hogy itt sem érdemes a legolcsóbbat megvenni, hiszen ezek elektromos berendezések, ezeknek megfelelő felülvizsgálattal kell rendelkezniük, egy tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, hogy nem tűzveszélyesek, megfelelően működnek, de mégis okozhat ebből tüzet az, hogyha valami nem jól működik. Úgyhogy ha elmegyünk otthonról, akkor mindenképpen tudom, hogy nagyon szépek a ablakban kivilágított lakások, és este ezeket a házakat is, hogy kiszokták kívülről, belülről világítani, de hogyha elmegyünk otthon, akkor feltétlenül áramtalanítsuk ezeket a berendezéseket. Igen, ezt szerettem volna kérdezni, hogy akkor ezek hogyan tudnak problémát okozni, gondolom, hogyha bedugva marad. Igen, ugye az elektromos tűzeknek két része van, amit említettem is, hogy van egy rész, amit az épületbe beépítettek, amikor építették az épületet, vezették a konnektorok kapcsolók. És hát ha őszinték vagyunk, 10-20-30-40-50 éve élünk ezekben az épületekben. Amikor ezeket építették, akkor még nem használtunk annyi légkondicionált, nem volt mindenkinek elektromos tűzhelye, nem voltak mindenféle telefontöltők, tablettöltők, tehát sokkal nagyobb az elektromos eszközöknek a száma, amit használ egy család, egy lakás, mint esetleg amikor tervezték azt az épületet és beleépítették azt a elbírni képes elektromos hálózatot, ebből is szokott nagyon sokszor tűz lenni. És hát ugye mindenki tapasztalta már szerintem azt, hogy a telefonját vagy tabletjét töltötte, akkor a töltés végén egy kicsit meleg volt a töltő vagy a telefon is, ebből is volt már tűzeset, ugyanis az elektromosság mindenképpen valami hőleadással jár, de hogyha jól működnek ezek a berendezések, akkor nyilván nem tűzveszélyes mértékben, de hogyha meghibásodik, nem jól működik, nem a saját vezetékét használják ezekhez a berendezésekhez, akkor nagyon könnyen tűz keletkezhet, úgyhogy ha a töltéssel is végeztünk, akkor feltétlenül húzzuk ki a konnektorból is a töltőket.
Arról ne feledkezzünk el, hogy ugye most ebben a szezonban a rezsiárak növekedése mellett ugye mindenki próbál valahogy spórolni, és hát nyilván otthon mindenki megpróbálja majd a különböző alternatívákat a fűtés helyettesítésére vagy megoldására. Ezekkel hogy kell bánni? Az a helyzet, hogy már korábbi években is az a tapasztalat, hogy ebből szokott bánni, ugyanis a vegyes tüzelési kazán az nem azt jelenti, hogy bármit bedobhatunk a háztartási hulladékot, a teljes dobozt, a tejfölös poharat. Hát valóban megvan most ez a veszély, hogy esetleg akinek nem telik megfelelő mennyiségű tüzelőanyagra, az alternatív dolgokkal szeretne majd tüzelni a kazánjába. Hát ezek nem alkalmasak erre, ebből is nagyon sok tűzeset szokott eddig is keletkezni, de hát arra számítunk, hogy azért itt, hogyha nem odafigyünk és nem megfelelő tüzelőanyagot tápláljuk ezeket a kazánokat, akkor veszélyes. Illetve ami még nagyon fontos, hogyha megfelelő hozzávaló tüzelőanyag, ugye fapellet vagy pedig tűzifát használunk, akkor azokat mindig csak annyi legyen a kazán mellett, amit akkori aznap felhasználunk. Nem szabad behalmozni a kazánhelyiségbe ezeket az éghető anyagokat, hiszen a kazánoknak a sugárzó hője is képes ezt meggyújtani, és abból is lehet épülettűz. Most még a különböző berendezések kapcsán mondjuk, hogy most ez a hőszivattyú is elég felkapott lett, hogy aki mondjuk esetleg befektet, az többet tud rajta spórolni. Ezek is ugyanolyan veszélyesek? Hát általában ezeket nyilván az ilyen gépészeti berendezéseket úgy gyártják, hogy ezeknek is megfelelő minősítésen kell átesnünk, és nem szabad, hogy tűzveszélyesek legyenek, de ezek is meghibásodhatnak, illetve nagyon sokszor nem megfelelő felhasználásból erednek a tüzek, úgyhogy mindig körültekintőnek kell lenni. Beszéltünk a megelőzésről, és beszéljünk arról is egy kicsit, hogy mi van akkor, ha megtörténik a baj, akkor hát mit igen, kell csinálni? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ha megtörténik a baj, a legnagyobb elővigyázatosságunk ellenére is megtörténhet a baj. Mit is kell csinálni, ha tüzet észlelünk? Nagyon fontos az, hogyha tüzet észlelünk, akkor azonnal szóljunk a körülöttünk lévőknek, az épületben lévőknek, mindenkinek hozzuk a tudomására, hogy tűz van, akár felkiáltással hangos, úgynevezett tűzlármával kiabáljunk, hogy tűz van, mindenkinek erről értesülnie kell. El kell hagyni az épületet, és nagyon fontos, ugye, hogy a segítséget hívunk, a 112-es segélyhívón lehet Magyarországon a tűzoltókat elérni. Egyébként, hogyha valakinek rendőre, mentőre van szüksége, akkor is ezt a központi segélyszámot tudja hívni. És az elsődlegesen, ami nagyon fontos, hogy a pontos címet mondjuk meg, hiszen az a legrövidebb, hogyha tudják azt, hogy pontosan hova kell érkezni. Aztán el kell mondani, hogy mi történt, hol van tűz az épületben, mit veszélyeztet a tűz, sikerült-e mindenkinek elhagyni az épületet, vagy esetleg valaki még bent maradt az épületben. Milyen éghető anyagok vannak a közelben, van-e gázpalack az épületben, és egyébként a telefonás közben minket ki is szoktak erről kérdezni. Hát ugye általában az embereknek kétfajta reakció van pánikhezben, vagy leblokkolnak, vagy pedig hát ösztönösen ugye tudnak cselekedni, ezért szoktak segíteni a telefon másik végén kérdéseket feltenni, és hogyha ezekre pontosan tudunk válaszolni, akkor már a kiérkező tűzoltó egység nagyjából tisztában lesznek azzal, hogy milyen feladatot kell ellátniuk, és akkor hamarabb meg tudják kezdeni a beavatkozást. Nagyon fontos az, hogyha nem tudunk valamiért elhagyni az épületet, mert esetleg a kijárat fele akkora már a füst, vagy olyan tűz, hogy nem merünk azon átmenni, akkor keresni kell egy távolabbi helyiséget, akár fürdőszobát, WC-t, mosdót, bármit, oda be kell zárkozni, az ajtónak az alját ruhákkal, törölközővel el kell tömíteni, hogy a füst oda még ne menjen be. Tűzoltók mindenkit mindenhonnan ki szoktak tudni menekíteni, ettől nem kell félni. És ami nagyon fontos, hogy a füst az fölfele száll, de az épületbe a plafontól nem tud felszállni, és fentről fogja feltölteni a lakásnak a légterét, hogyha menekülésre van szó, és már füst van a lakásban, mindig kicsit hajoljunk le, lehajolva, gugolva mászon, a padlóhoz közel még mindig lesz több oxigén ahhoz, hogy tudjunk menekülni, mint hogyha állva lennénk. Érdemes ilyenkor esetleg vízes ruhát a arcunk, szánk, orrunk elé tenni. Illetve nagyon fontos az, hogy lehet, hogy ösztönösen most mindenki azt gondolja, hogy kinyitjuk az ablakot, nem szabad ablakot nyitni, hiszen hogyha tűz van az épületben, és kinyitjuk az ablakot, hogy az égésnek a feltétele egyik feltétele az oxigén, akkor a oxigén mennyiséget juttatunk a tűzhöz, nagyon gyorsan elkezd fejlődni a tűz, és nagyon hamar a lakás többi része is a tűzzel érintett lesz, úgyhogy ablakot nem szabad ilyenkor nyitni. Uh-huh. Otthon esetleg mi az, aminek szükséges, hogy otthon legyen, gondolok itt a porraloltóra, vagy erre a speciális takaróra? Illetve füstérzékelő, ezek a vizsgálatok egyébként, amik megszokták nézni ezeknek a tüzeknek a körülményeit, kimutatták azt, hogy azokban a lakásokban, ahol füstérzékelőket szereltek fel, ott nem történt halálos baleset, vagy tragédia, hiszen ezek a kicsi, egyébként 3-4-5 ezer forintért beszerezhető kis érzékelők már a tűznek a lángal égés előtti fázisában képesek jelezni, hiszen először, hogyha valami meggyullad, akkor abból forró gőzök, gázok, füst fog felszállni, és a füstérzékelő ezt időben jelzi, hangos csipogással, akkor van időnk elhagyni az épületet, van időnk értesíteni a tűzoltóságot, ezek életet menthetnek, és hát valóban pár ezer forintos beruházás. Volt olyan társasházi tűzeset, ahol a szomszédok hallották ennek a tűzjelzőnek a csipogását,
ők értesítették a tűzoltóságot, és így sikerült megmenteni egyébként a lakásban lévő idős szemét. Úgyhogy füstérzékelőt szerintem minden lakásban érdemes felszerelni. Aztán természetesen, ahogy mondtad is, egy porraloltó készülék, az most már azért, hát nyilván mindennek az ára megy föl, hogy 10-12 ezer forintért már beszerezhetőek porraloltó készülékek, amivel nagyon gyorsan el lehet oltani a tüzet. Nem kell félni, hölgyek is tudják használni ezt, illetve hát a tűzoltó takaró, mi is már többször beszélgettünk erről, ugye konyhai olajtüzek esetén nagyon nagy segítség, letakarjuk vele ezt az égő felületet, és akkor elvonjuk tőle az oxigént, és akkor tulajdonképpen el is tudtuk oltani a tüzet. Azt hiszem, hogy most akkor megint jól sikerült kivesézni ezt a témát. Még egy kérdésem van. Ugye ti jártátok korábban a városrészeket, és szoktatok tartani ilyen jellegű bemutatót, illetve megpróbáljátok a lakosságot felkészíteni ezekre az elhangzott dolgokra. Most, hogy áll ez a program, lesznek-e ilyenek a folytatásban? Lesznek, igen. Most egyébként egy kicsit a város környékében kisebb településekre vettük fel a kapcsolatot, és ott inkább a családi házas épület tüzekre hívjuk fel a figyelmeket. Ugye az elmúlt időszakban a lépcsőházas, társasházakról beszélgettünk, most pedig kisebb lakó egységeknek, a családi házaknak a tüzeire próbáljuk felkészíteni az érdeklődőket. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm voltál. És hát azt kívánom, hogy olyan viszonyban ne kelljen találkoznunk, hogy mondjuk egy-egy tűzesetnél, inkább csak így, amikor a megelőzésről beszélgetünk. Köszönöm. Milyen szempontok alapján vásároljunk autót úgy, hogy ne verjenek át minket? Ennek járt utána Séda Zoli kollégánk Hétköznapok című rovatában. Szerintem ez volt az. Lehet, hogy egy picikét más szögből fényképezték, de azt írták, hogy megkímélt, garázsban tartott, nem dohányzó, orvosházaspár a tulajdonosa. Minden kívülről úgy néz ki, hogy semmi problémája nincs, aztán belülről meg ki van vágva. Tehát ez egy használhatatlan katalizátor, aminek mostani piaci értéke kb. 150 ezer forint, hiszen leömlővel együtt van. Sajnos a karambolos autóknál fordulnak elő olyan dolgok, ami ugye nem biztos, hogy észreveszünk. Mindenképpen jó, hogyha van az autónak szervizkönyve, vagy pedig egy vezetett füzet, amiben esetleg az olajcsere, egyéb szervizelések, számlák összesítve vannak. Működjön rajt minden, az elektromos ablak emelő, ha mechanikus, akkor mechanikával. Tehát minden világítóberendezés, fűtőberendezés, klíma, amivel fel van szerelve az autó, lehetőleg minden működjön rajta, mert utána horribilis összeg a javítása. Gubi, abroncsok állapotát mindenképpen meg kell nézni, mert az is nem egy kis összeg. Meg hát azért a belső, hogy mégis milyen állapotban van. A motortérben a mai világban már nagyon nehéz, tehát annyi, hogy esetleg a kiegyenlített tartály tiszta-e, tehát nincsen benne ilyen habos, olajos lé, mert ugye akkor arra már gyanakodhatunk, hogy a motor már nem az igazi. Tehát ezt mindenképpen érdemes megnézni. Esetleg az akkumulátor állapota, hogy milyen, mennyi idős, ha esetleg az még garanciális, annak a garanciapapírját elkérni az eladótól. Ezt az autót is nemrégen vásárolták, és ami feltűnő volt rajta, hogy ezeket a féknyergeket nemrégen kellett cserélnünk, mert sajnos úgy vásárolták meg az autót, hogy hátsó fék jóformán semmi nem volt rajta. És bizony egy ilyen féknyereg, hát most már 30-40 ezer forint körül van, most eznek darabja, akkor már így 80 ezer, hozzámegy a munkadíj, fékolaj. Úgyhogy a 100 ezer hip-hop, aztán egy 500 ezer forintos autóról beszélünk. Hogyha megtehetjük, akkor mindenképpen vigyünk magunkra a szerelőt, vagy pedig, hogyha az eladóval meg tudunk egyezni, akkor egy olyan helyet keressünk fel. Nálam is nem egyszer előfordul, még a mai napig is, amit megemelünk, átnézzük, megengedi az eladó. Tehát ez már egy jó pont, mert ezáltal akkor nagyon eltüntetni valója nincsen, tehát ezáltal akkor már az majdnem egy biztos üzlet. De lehet, hogy bodzázni még jó lesz. Ez volt már az Együtt magazin, köszönjük, hogy velünk tartottak, szép estét kívánok, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.